Gyerekek, itt vagyunk ismét a banyában. Egy kis szállított mangót rákcsálok. Ott jön már a lóder. Ma is már tudja, hogy sarokig elmenjek, megállok, ott lássa. Hátulról lássa, itt vagyok. Itt a megakta a másik kocsit már jött és eléfelé. Ugyanaz a fekete koma van, azt hiszem. Tudja már, mi kell nekem. A szokásos 10 tonnámot kérem. Mondtam, hogy évezem ezeket a nagy gépeket. Meséltem-e már? Azt hiszem mondtam egy pár szót. Ez a hatalmas nagy... Hatalmas nagy kerekeket, nagy lapátot, nagy munkahengerek. Évezetesek a nagy vasok. Derékból serű. Komoly gép, mi? Nem győzök betelni vele. Milyen lenne egy nekem oda a pangom? Múcsot hordani. Még a földet átrendezni. Kettő 27. 28. Fasz a gép. Lássa a koma kamerázom, évezik kacag. Mosolyog, mikor arra felé fordítom a kamerát. Jó fáj csákok, nem foglalkoznak semmivel. Vega. Ez a kamion az oldalon, azt írja Vega. Na még jön kettő, még jön három. Késő kassák, mert még idővel vannak 2.29, de hogyha két perc múlva jöttetek volna, már nem engedtek volna be. Van 10-15 perc tolerancia. Az út egy kicsit kezdett szar lenni, ahol a víz állapi. Ugye sokkal kamion menjen rajta keresztül. Kiverődik. Igen, már olyan döcögős kövása. A főt kimosódott. De kicsit lassan kell menni, hanem itt lehetne ereszteni. Máshol már jó az út. Hát, mikor a víznek vége. Ma sokáig nyomtam, gyerekek. Lefeküdtem az este. Mit tudom, fél egy óra felé aludtam. Hajnalba felébredtem. 5 óra felé kicsit internetettem. Visszafeküdtem, mit tudom. 7 óra felé, és még aludtam már.
11 fél 12-ig. Szóval egyet reggel iszünk babocskálós. Úgy mondom, hozok egy fuvart. Ja, nincs még több fuvart hozzak, most napi egyet. Már nagy a hőség se. Ugye le kell lapalatón is lassan megy. Na, de hát olvastam épp a kommenteket a 9. fuvaron. Többen mondjátok, hogy dolgozzak, miért nem dolgozok reggel és este. Az helyett, hogy délben dolgoznék, de mindegy, sőt, még rosszabb. A délelőtt így 9-11 között, 12 között nem jó dolgozni, mert a nap oldalból süt, és a hűvéskor a virág oldalból kapnak. 12 és 3 között a legjobb dolgozni, mert akkor a legalacsonyabb a páratartalom. A nap a fejed felett van, tehát egy kalapot fejtezel, és csak felülről süt, nem oldalból, hogy az egész testet érje. Valaki mondta, hogy kell jobb lenne este dolgozni, mert hűvösebb van. Van a francok ott. Egy este rosszabb, mint délben dolgozni. Mert este hiába, hogy egy pár fokkal kevesebb van, de nem sokkal, este is 30 fok Celsius van árnyékban. De este már nagyobb a páratartalom. Úgyhogy még jobban izzadsz, szorog dolgozni magas páratartalomban. Tehát hogyha napközben van 50-60%, este 80-75-80%, rosszabb este dolgozni, mint napkor. Plusz még a D-vitamin termelés a legjobb a déli naptól. Na, de úgy szoktam, hogy egy kicsit délben, ugye elhozom a fuvart, egy kicsit lágerebb élek, és akkor szünetet veszek, ebédelünk, pihenek, és akkor este felé, 6 óra, 7 óra felé még kijövök, még egy-két órát tapartolok, és így le van üdítve a fuvars, másnap kezdem előről. De most reggelibe jöhetnék felkel korán, hogyha felkelnék 6 órakor, 7-re itt vagyok, mert 7-kor nyit a bánya, 4-8-ra otthon vagyok, és akkor egy óracskát lapátolok, mielőtt még a nap túl meleg lesz. De az eljött, hogy reggel nem vagyok ilyen koránkelő típus, nem szeretek koránkálni, és reggel egyéb dolgok vannak, ugye. Belé kell nézni a bányában, a kriptopénz dolgokban, e-mailek, üzenetek, a telefonra kell nézek, a kliensek. Van ugye egy pár, van vagy 3-4 számítógépes kliensem, aki bármikkel foglalkozzak. Egy-két ilyen rutin dolgok, ugye backupokat megnézni reggeliben, szerveremre ránézni, a kriptopénz fórumra ránézni. Ilyesmi, ugye az a reggeli rutin. Úgyhogy ez így jobban fakszik nekem. Úgyis csak egy fuvart látozni, úgyhogy mindegy. Na, de nem baj, jó haladunk, gyerekek, nincs gond. Meg ugye mondjam, hogy sokan meg ajánljátok e-mailt és küldtetek meg kommentekbe, hogy valami szerkezetet találjak ki hátul a billencsre. Húzatni, vagy az ajtót megcsinálni, úgyhogy kicsit billentsen, hogy így el tudjam teríteni. De nincs kedvem foglalkozni most azzal, hogy töltsek el egy hetet, hogy valamit eszkabáljak össze. És hogy is olyan lesz, amilyen biztos nem lesz olyan túl jó. A másik dolog, hogy akkor hol a mozgás, gyerekek? Hát így is most látom, ülök otthon, ülök számítógép előtt, ülök a kocsiba, ülök, mikor menjünk vásárolni, kirándulni. Ez a lapátolás, ez nagyon jó nekem most. Kicsit fitnessre is kell gondolni, most nincs egészségmozgás nélkül. Naponta egy-két órát, három órát lapátolsz. Nagyon jó lesz az a kondi nap. Úgyhogy, nem bánom a mozgást, de kicsit a kezed feltörít, aztán megkeményedik se.
tanulok, és kondiba akarsz kerülni, lapartójá 30 kocsi földet, és kavicsot követ. Ennyi. Ugye nem bánom a mozgás, mikor már belejössz, akkor már egészen könnyen megy, tehát az est is két vagy három órát lapartoltam, hanem délben egy óra, és este vagy két óra. Ugye kicsit izzad az ember, meleg van, de iszod a jó hűvös vizet, bemész az árnyékba, bemész a légkondiba, kicsit sűsz. Gondolj szó, sincs gyerekek a mozgással. No, mérleg. Két felülő vaskarám van, hogy ne már tudj lemenni. Hi, how are you? We got better today, yeah. 32,300. £32,300, az össz, 11,400 az önsúly, hát csak egyszer mértük le az elején, és azóta azt vesszük, nem kell mindig rájöjjek üresen a mérlegre. Azt írja, £20,880, net tonna $10,44, $110.66. Oké. Okay. 2.39.3-ra otthon vagyunk. Elég laza napon, nincs olyan meleg van, de kicsit felhős, úgyhogy nem érződik olyan őrült melegnek, mint az elmúlt egy hétben. Árnyékban 45 fok. Oké. Okay. Akkor otthon folytassuk. Én nem tudok nagy terüvel gyorsan menni, 30-35 mérföld maximum.